Kedves budapestiek, itt vagyunk a Fővárosi Önkormányzat Könyves Kálmán körúti hajléktalan szállóján, ahol a mai nap során 110 embert, hajléktalan ellátásban dolgozókat és hajléktalan embert fogunk tesztelni. Új koronavírus elleni antitest kimutatáson alapuló gyors tesztek segítségével. Múlt hét pénteken kezdődött a Fővárosi Önkormányzat koronavírus szűrőprogramja saját forrásból, melynek keretében 10 000 darab gyors tesztet szereztünk be, és további tesztek beszerzésén, vásárlásán dolgozunk. A program keretében fővárosi fenntartású idős otthonok lakóit, dolgozóit és a hajléktalan ellátásban dolgozókat, illetve hajléktalan embereket szeretnénk tesztelni. Mindenhol azonnal tesztelünk, ahol a fertőzés gyanúja vagy egy-egy igazolt eset történik. Mindenkit elkülönítünk, akinél a fertőzés beigazolódik, és természetesen együttműködünk az állami hatóságokkal. A tesztek eredményeiről tájékoztatjuk a Nemzeti Népegészségügyi Központot és a kerületi tisztifőorvosi szolgálatokat is. Igazolt fertőzött esetekben úgy járunk el, hogy a hajléktalan embereket kórházban különítjük el, ameddig ez lehetséges. Idős otthonok lakói esetében, amikor az állapotok indokolja, értesítjük a mentőszolgálatot és kórházba szállítatjuk őket. Az első 3 nap eredményei alapján jó hírekkel tudok szolgálni, egyelőre nincs arra utaló eredmény vagy adat, hogy újabb gócpont alakult volna ki.